újra felfedezték, bár amit tud, azt mindig tudta. Nagy színész, mondják róla azok, akik csak komikusnak könyvelték el. Ám ő sosem értette ezt a különbségtételt. Aki képes hatni az emberekre, művész, bármilyen színpadon álljon is, állítja, és ezzel már nem lehet vitája senkinek. Most a 2x35 éves Bodrogi Gyula a vendégem. Kiderítetted már, hogy hová lett az egyik 35 év? Mert amikor 70 éves lettél, akkor azt mondtad, hogy ennek bizony csak a felével tudsz elszámolni, a másik felét nem tudod, hogy hová tűnt. Az nem lett, hogy átaludtad, ugye? Nem, az hogy hát egy részét átaludtam, az természetesen. Nagyon kevésért, különösen fiatal koromban nagyon keveset fordítottam erre az alvás dologra. De néha egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ennyi év, hát 70 év, az majd történelem. Hogy hova tűnt el? Hát ha el tudok számolni, mondjuk 35-40 éve, 40 éve, meg néha 40 évesnek is érzem magam. Néha úgy érzem, hogy egy kicsit már komolyabban kéne viselkedned, felnőttként kéne. Vannak olyan helyzetek, amikor úgy gondolod, hogy a környezet azt várja, hogy te kicsit felnőttesebb légy és infantilizálódsz? Hát lehet, hogy a környezet nem azt várja, de én magamtól néha azt várnám el, hogy azért legyél már határozottabb, és szóval bölcsebb, meg szóval ilyen dolgokat kívánok magamtól, és ilyenkor az jut eszembe, hogy úgy látszik, hogy valahol elveszítettem azt a másik 35 évet. Na most azért közel 20 évről lehet tudni, hogy hol töltötted. Ez a 20 év volt a Vidám Színpad igazgatói széke, ami hát egy színésznek legalábbis egy magamfajta úgy gondolna, hogy felér Szibériával. Máig nem lehet érteni, hogy miért vállaltad ezt el. Különösképpen ha azt nézem, hogy hogyan lett ennek vége, mennyi keserűséggel, vádakkal, elszámolatlan számlákkal és így tovább. Miért volt ez jó neked? Hát ezt én nem tudom. Az eleje jó volt. Pedig akkoriban még úgy volt a dolog, hogy felkérték az embert, hogy vállalja el az igazgatást. Nem ilyen, hogy most akkor pályázzon, meg... És mi akkor a... Nem akartam, hanem minek... Hát sikeres színész voltál, te nagyon, igen. Zengett tőled. És minden. Valahogy ott a József Attila Színházban nyilván rendeztem is, meg valahogy úgy vették észre, hogy tudok bánni az emberekkel. Nem, aztán a Vinko Jóskával mégis beszélni, akkor ő ott volt dramaturg a József Attila Színházban. Beszélgettünk, mégis mi lenne, hogy le, és akkor nekem, most ez viccesen hangzik, de így van, akkor nekem nagyon fájt a gyomrom. És mivel nem járok orvoshoz, magam döntöm el, hogy melyik betegségem milyen szörnyű. Ezt a jó szokásodat mai napig tartom? De mai napig tartom, és akkor úgy gondoltam, hogy ez már annyira fáj ez a gyomor, hogy hát már... Akkor már olyan mindegy, hát akkor... Ja, hogy gyomorfájásból lettél igazgató a Vidám Színpadon. Vállalj. Ez az egyetlen magyarázat, ami talán így 20 évvel később, ha az ember elfogadható. Igen, és akkor elváltuk. Akkor az első 15 év az remekül, mert mindenfélét csináltunk, kitaláltunk. Nyughatatlanságomnak ottan tudtam teret biztosítani, mindig valami újdonságot kitalálni. Aztán az utolsó 5 évben nem vettem észre, hogy már nem nagyon kellek ott. Szóval már... Azzal volt baj? Valahogy ott, nem tudom, mint... Az idő haladt túl rajtatok, egyre korszerűtlenebb lett, amit csináltok, vagy miben éreztette, hogy már te rád ott nincs szükség? Nem tudom, nem éreztem, hát ez az, hogy nem éreztem. Vagy utóbb, miért mondod ezt? Utóbb visszagondolva, már amikor én bizonyos dolgokat csinálni akartam, hogy egy kicsit változtatni a színházi formán, és akkor kiderült, hogy nem lehet, nem adtak rá pénzt, meg mit tudom én. Tehát akkor nekem észre kellett volna venni, hogy jobban, szívesebben vennék, hogyha én már nem lennék ott. És mondd, amikor elköszöntél, amikor végül is eljöttél, akkor volt nagy felhajtás, volt nagy ünnepség, megköszönve a 20 éve? Provokállak, úgy hiszed? Te valamit tudsz, hát most már nagyon, nagyon jó kedvűen nevetek rajta, de akkor nem esett olyan nagyon jól, mert hát felhajtás semmi nem volt. Én azt kértem, hogy mert nekem 2003-ig szólt a szerződésem. Én azt mondtam, 2001. december 31-én le akarom tenni, át akarom adni a stafétabotot annak, aki a következő lesz. Én semmi más nem kérek, csak azt, hogy hát szóval idézőjelben avassanak szenté, hogy ennyi évet kibírtam és csináltam. Na most ehhez képest hát nem avattak szenté,
és olyan felemás helyzetbe lett vége. De valamilyen kitüntetést kaptál? Hogy ne mondom, hogy tudsz valami. Örökös tag, illetve a Vidám Színpad örökös tagja, amivel ebben az esetben az égvilágon semmi nem jár, csak egy ilyen papír, és ez a mai napig így van. Én úgy gondolom, hogy ezzel járna minden hónapban valami, én nagy összeget gondolok, mert ugye ha nem kapom meg, akkor miért ne valami nagyot ne kapjam meg. És akkor gondolom, hogy én ezzel hozzájárulok a főváros kulturális életéhez. És az neked mondjuk elég tétel ennyi év távolából most már, tehát 3 év később, hogy a téged követő igazgató olyan gyorsan bukott? Jaj, nem. Nem? Az nem. Nem. Azt sokkolóan elfelejtettem. Uh-huh. Na most mindenki tudja, hogy egy másik témára térjek, hogy imádsz vadászni. Erről egyszer azt mesélted, hogy soha sem a nagy agancsot, a nagy bikát kerestem, jobban szerettem a selejtet kilőni, azokat az állatokat, amelyek csak rontják az állományt. Szóval a kicsi szép, azt mondod? Mert ezzel egy kicsit nekem úgy tűnt, mintha a színészi hitvallásodba is beavatnád az embert ezzel a mondattal. Való igaz, de mondjuk, ha állatvédőknek mondom ezt, akkor ők azt mondják, hogy hát ez így is disznósága, hogy én ezt elmondom, mert teljesen mindegy, hogy egy állat se lejt, vagy nem se lejt. Mert általában nem tudják, hogy egy bizonyos fajta állományt azok az egyedek, amik nem igazán életképesek, azok rontják az állományt, tehát többet ártanak. Tehát te még jót is teszel az állománynak. Igen, a vadászok, ezt szoktam mondani, hogyha kérdezik, mert ugye nagyon sokszor megkérdezik, egy ilyen kedves ember, hogy lehet vadász, hogy lelövi azt a szerencsétlen állományt. Számból vetted ki a szót, igen, ez így van, de akik ezt mondják, azok nem tudják azt, hogy ahol vadászok vannak, csak ott van vad. Ahol nincsenek vadászok, ott nincs, aki vigyázzon a vadra. Ott gyorsan ilyen kiírtják az ott lévő vadakat, hogy ott ne csináljon semmi kárt a környezetbe, és aztán utána védik az állatokat rettenetesen. A vadászok viszont télen, nyáron állandóan óvják és védik az állatokat, mégpedig úgy, hogy ugye van egy bizonyos élő terület, ahol bizonyos mennyiségű vad tud megélni jól, és ha az túlszaporodik, ez különösen a nyulaknál gyakran előfordul, hogyha túlvédik, akkor úgy, ahogy van, kipusztul az egész állomány. Azt, hogy miért, nem tudom, ezt a tudósok biztos meg tudják mondani. Jó, hát sajátos vadász filozófia, szóval ezzel biztos sokat fognak vitatkozni majd, de tiszteletben tartom. Én ezt abszolút megértem. Te arra emléksz, hogy miért mentél ebbe bele? Tehát ki vitt ebbe egyáltalán bele téged a vadászatban? Hát nem tudom, apám is vadászott meg. Ja, ugye családilag hagyományozó. De aki mondjuk ebbe a valóságos, tehát a úgynevezett hivatalos vadászatba bevitt, az egy rendkívül kedves kollégám, akit valószínű, hogy a nézők sokasága ismer és szeretett, Benkő Gyula volt. Ő vitt el engem egyszer Gödöllőre. Tehát akkor szerettem meg igazán a vadászatot. Elvitt, hogy szarvasbika vadászatra, ő fog szarvasbikát lőni. És kimentünk, és egy hatalmas lucernás volt, előttünk teli hold volt a lucerna, olyan volt, mint ezüsttel meg lett volna szórva, valami gyönyörűséges volt. És így jobbkész felől az erdőből bejött egy bika. Hát én ott álltam is. Lőni tudtál? Nem, ő csak ő vadászott, én csak kísérő voltam. És vártam, hogy... És megállt előttünk keresztbe, pontosan úgy, ahogy egy vadászaton a legideálisabb. És aztán még ment, aztán úszva tovább ment. És mondtam neki, Gyula, hát miért nem lőttél? Azt mondja, mert olyan szép volt. Jó, akkor megint csak egy nagyot ugorva. Végignéztük itt az archívumot készülve erre a beszélgetésre, és hát azt kell, hogy mondjam,
meg az a újságcikkeket is, hogy átolvastam, amolyan vicces színésznek tartanak téged, olyan mindent vállaló vicces színésznek. És bár tudom, hogy voltál te második Richard, meg Volpone, meg a Koldus operában játszottál, de ezeket is mind figyelembe véve az archívum javarésze ilyen kisebb kabarékban, főzős műsorokban, nem tudom, vadászati magazinokban való tréfamesterségként, vagy tréfamesterkedésedet tartják számon. Miért nem voltál te tudatosabb a pályaépítésben? Ha egyáltalán ez így van, ne enged, hogy bebeszéljen. Nem, nyugodtan mondhatod, én ugyanis azt mondom mindig, hogy nem én választottam ezt a pályát, hanem ez a pálya választott engem. Tehát így alakult a dolog. Nekem soha nem volt szerepálmom, soha nem volt, hogy jaj, azt nekem kéne eljátszani, miért az játszom, miért nem én. Én a színészetet szeretem. A színészetben pedig a tragikus helyzet ugyanúgy belefér, mint a komikus helyzet. Sőt, a kettő olyan közel van egymáshoz néha, hogy szinte hihetetlen. Az én számomra egy olyan szerepet eljátszani, amin a közönség jól derül, az ugyanolyan jó, mint olyan szerepet eljátszani, amin a közönség feszülten figyel, vagy éppen sír. Én nem is ezt mondom, hogy te miért lettél komikus, mert azt nagyjából értem, és magam is azt gondolom, hogy nincs itt különbség a kettő között, de hogy valamennyire hagytad magad szétforgácsolni. Ez igen. Miért volt? Hát nagyon csúnya dolog, de szerettem csinálni mindegyiket. Uh-huh. Tehát én például egy kabaré tréfát ugyanolyan szenvedéllyel meg tudok szeretni, hogyha az jó, mint egy drámát vagy tragédiát. Tehát mondjuk ez a vágy nélküliség abból adódik, hogy téged nem a szerep, hanem sokkal inkább a taps, illetve a közönség szeretete érdekelt? A közönség mindenképpen, a közönség, és az, hogy nekem van egy ilyen felfogásom, hogy nem csak komikus poénok vannak, hanem tragikus poénok is vannak. Ezek a tragikus poénok ugyanolyan fontosak, és ugyanolyan rettenetesen jó ritmusérzékkel kell elmondani, mint a komikus poénokat. A különbség a kettő között az, hogy a tragikus poénnak a visszajelzése, tehát a közönségből való visszajelzése, az nem hallható annyira, mint a komikus poénnak, ahol a ha-ha-hával, he-he-hével az emberek azonnal visszaigazolják, hogy jól mondtad, vagy nem jól mondtad. Lehet, hogy mert nem voltál ilyen tudatos pályaépítő, mondjuk ebből adódik az, hogy neked máig nincs Kossuth díjad? Hát azt nem tudom, Maklári Zoli bácsi mondta, hogy figyelj ide, Kossuth díjat az kap, akinek adnak. Úgyhogy nem hiszem, hogy összefüggés van. Bármikor te legbelül azért gondoltál arra, hogy azért itt lenne az ideje, hogy megkapd? Hát nem. Nem? Ez a hülyé hat, hogy miért nem gondoltam. Én nagyon sok kitüntetést kaptam, és egyikre se gondoltam előtte, hogy nekem azt meg kéne kapni. Viszont mikor megkaptam, akkor borzasztóan örültem neki. De kortársaid, tehát mondjuk erre az életkorukra a kortársaid többsége azért, pláne aki ilyen népszerű színész volt, mint te, azért már rendelkezik vele, igen, ugye? Igen, hála Istennek. Én annak örülök, és ez nem álságos, amit mondok, mert álságos lenne, ha azt mondom, már pedig én nagyon gondoltam rá, hogy nem gondoltam rá. Nem. És hogyha valamelyik kitüntetésemet megkaptam, akkor mindig örömöm volt abban, hogy meglepődtem, nem intéztem el magamnak magyarul. Ja, hogy nem jártál utána? Nem jártam utána, nem mondtam el mindenütt, most már nekem, tudod, hogy most már nekem kellene. És akkor egyszer csak megkapod, akkor azt mondtad, hogy jó van, elintéztem. Még egy olyan történetet is elmondhatok, hogy egyetlen olyan díjam van, ami egy kicsikét ilyen nem annyira szeretett díjam, az az érdemes művészet. Én akkoriban volt egy ilyen szövetség, meg szakszervezet, és akkor a... Színészszövetség, igen, és akkor ott a rettenetes munkát végeztem. Kazimír Karcsi volt a fő elnök, és ott tényleg jártam, és harcoltunk, Básti volt a főember, én voltam a fullajtárs, mindenbe beleszóltam. És akkor megkaptam az érdemes művészetet, és a Fészek Klub előtt azt mondta nekem a Karcsi, nagyon-nagyon kedves, azt mondta, na látod, ugye, hogy megérte. És akkor én gondoltam magam, hát én azt hittem, hogy a színészetre kaptam. Igen, hogy arra kaptad, tehát a hivatalos teendők ellátására kaptad, és nem a színészetre. Az összes többinél ilyen nem volt.
Azon megdöbbentem, hogy te nem a férfi színésztársaitól, mondjuk az előtted járó korosztálytól estél el a mesterségből, hanem egy interjúban arra hivatkozol, hogy Komlós Jucitól. Egy színésznőtől, Dajka Margittól, egy Mészárosságit. Akkor mondjuk színésznőktől mit lehet tanulni egy férfi színésznő? Várját, ennek azért az az alaphelyzete, hogy jártunk a főiskolára. Na most, amikor a Básti tanított bennünket, akkor egy fél év múlva már mindenki így beszélt, és észrevettem, hogy nagyon jól lehet a majort, hogy hát, tehát azt föl lehetett fedezni, hogy melyik színészt utánozza az ember, mert valahogy ezt a szakmát csak meg kell tanulni. És akkor rájöttem arra, hogy ezek a színésznők remek színészek, és csodálatos dolgokat tudnak. Ahogy egy Komlós Juci meg tudott fordulni, ahogy rajongva tudta figyelni a partnert, ahogy a Dajka Margit a spéttyeit, meg az Elmis másolt spéttyeit, amikor teljesen másra gondol, tehát azt másra gondol és mást mond, és amikor nagyon haragszik és mosolyogva vesz. Tehát olyan dolgokat lehetett tőlük ellesni, hogy nyugodtan leutánozhattam, senki nem gondolta, hogy én a Komlós Juci, vagy Dajka Margitot, vagy azt a naivitást a Mészáros Ágitól. Hát nyugodtan, akár otthon gyakorolhattam, mert... És gyakoroltad is, tehát inkább... Nem, inkább néztem, inkább nagyon erősen néztem, és figyeltem, hogy csinálják, mert azt akkor az ember magáival tudja tenni, és bátran csinálhatja. Egyúttal azt is mondod, hogy mondjuk a színésznők, azok jobb színészek voltak a te korodban, vagy a téged megelőző generációban, mint a férfi színészek? Nem, legalább olyan jók voltak. Tehát majdhogy nem azt mondom, hogy ezek, akiktől én tanultam, ezeket nyugodtan akár férfi színésznek is nevezhetném, mert olyan remekül, olyan remekül játszott. Bárki bármikor megnéz egy Dajka Margit, mondjuk akár a Lilion Fit, hogy a legnépszerűbb filmet mondjam, hát ott azok a játék módok, az a ritmus érzék, mert hát ez borzasztóan persze fontos. Ezt csak inkább ti látjátok, tehát a közönség azt látja, hogy nagyon jó. A közönség azt látja, hogy ő most beszél valamit, mond, de egész másra gondol. Na most ez már egy igazi színészet. Röhögős vagy röhögtető színész voltál inkább? Hát inkább röhögtetős voltam, de néha, hát ez a színpadon, ez a röhögés, ettől maradunk mi életünk végig gyerekek. Fiatalok, igen. Mert ugye színpadon bizonyos helyzetekben nem lehet röhögni, mert tönkre megy az előadás. De mégis előfordul olyasmi, amin egyszerűen meghal az ember, mert nem bírja ki, és ettől ugye ezt mindenki ismeri, hogy röhög az egész osztály, hogy amikor nem szabad, és valami olyasmi van, akkor... Gobbi Hilda egyszer nagyon meg is haragudott rád, ugye? Az legendás volt az a történet. Nem haragudott meg rám, hanem... Mi akkor azt hittük, hogy meghang. Volt egy színdarab, nagyon röviden elmondom, csak azért, mert lényeges az expozíció, mint minden viccnél lényeges az expozíció. Ennél is lényeges, hogy egy színdarabot játszottunk, egy szovjet darab, Merénylet volt a címe, 12 nép biztos ült a színpadon, és különböző vitákat, ilyen szocialista vitákat folytattunk, amiből nem lett volna nagy baj, hogyha ott nevettünk, már nem vették olyan komolyan, de... A színdarab szerint egy ilyen fallal elválasztva a szomszéd szobába haldoklott a Lenin, mert akkor volt a Merénylet ellene. Tehát, ha itt valami röhög... Már ahogy beszéled, röhögnöm kell, szóval szemed már nevet, igen. Akkor az egy politikai vétség lett volna. Különben nagyon gazdaságos darab volt, mert mielőtt bementünk a színpadra prémium, kijöttünk prémium, ennyit sose kerestünk még színdarabot. Hogy érted, azért mert eljátszátok? Ezt a darabot játszottuk, és mindig megvette egy üzem. Ja, vagy úgy. És ott ők osztogatták a izét, és akkor mindig kaptunk mi is. Mindig teltházzal indult az előadás is van. 15-20 emberrel végződött. Na, de szóval borzasztó volt, hogy tartani kellett. És az ilyen helyzetekben fordul elő mindig a legtöbb baki. Olyan bakik, ami kikerülhetetlen, hogy az ember... Most ez a legnagyobb bakia volt a Hildának. Így ültünk, így volt az asztal. Ő ott ült, én itt ültem, és így ment tovább az asztal arrafelé. És neki, ő volt kolontája, az, hogy... És neki hosszú szünete volt az egyik beszédje és a másik beszédje között.
Amikor elhangzott a végszó, akkor neki azt föl kell állni és azt mondani, hogy elvtársak, ezt a kérdést vérontást nélkül kell megoldani. Tehát jött a szünet, én néztem, hogy mit csinál, ott volt előtt egy papír, és írta, akkor csinálta a Patkó villát Visegrádon. Ahogy a saját ház felújítását? Nem, vagy akkor építettem még az új, azt igen. És írta, hogy lakatos, 50 ezer. Tehát két megszólása között a színpadon? A végszó elhangzás. És aztán aláhúzta, és így összeadta, nagyon hosszú szünete volt, összeadta, és ahogy így néztem, egy nagyon nagy összeg jött ki. És éppen itt tartott a izénél, és akkor elhangzott a végszó, fölállt, és azt mondta, hogy elvtársak, ezt a kérdést tömeges vérontással meg tudnám oldani, és visszajött. A vérontás nélkül helyett? A vérontás nélkül helyett az, hogy tömeges vérontással, és mindenki tudta, hogy mit csinál, és mindenki tudta, hogy ez mit jelent valójában. Hát az, nem is tudom, hát 5-6 percig rágtuk belül a szánkat, hogy valahogy túl tudjuk jutni, hát megszólalni nem tud senki. Az egyet jelentett volna pedig a végzett elszó, hogy ez nagyon kiderül. De te magad is azért egy bakizós, vagy nem annyira? Én igen? Általában nem vagyok bakizós, azért, ha egyet-egyet elrontok, volt egy ilyen irodalmi színpadon, volt valamilyen modern francia darabokból, meg mit tudom, volt egy összeállítás, és úgy volt megcsinálva az indulás, hogy így a színészek ilyen félkörbe álltak a színpadon, smoking, estély ruha, halál komolyan, mert valami nagyon komolyan indított a dolog. Én voltam az konferencié, aki bejöttem ebbe, amikor fölment a függönyebb a kis csöndes, az egész nézőtér elhalkult. És semmi más dolgom, hogy szépen be kellett jönni, és azt mondja, hogy hölgyeim és uraim, itt most, amit ma este látni fognak, az erről és erről szól. Bejöttem, és azt mondtam, hölgyeim és uriam! És az egész félkör hátat fordított. Uriam? Uriam. És így tudtátok folytatni? Hát úgy, hogy a közönség kisegített bennünket egy ilyen nyitó tapssal, mert ők is de olyan tisztán, hölgyeim és uriam, bum, és kész. Te visszatérve a színész életedre, mondjuk az utóbbi 5 évre, amikor te becsaptad magad mögött a Vidám színpad ajtaját, akkor számoltál-e azzal, hogy mindennek vége, mert általában mondjuk az idősebb színész nem kell, vagy az sem kell, szóval hogy ezt azért kalkulálnod kellett. Igazából nem gondoltam rá, de valami olyan fenséges, érdemes volt élni ezért az időért, akár a mai napig mondom, mert ahogy letettem ezt a már nagyon nehéz helyzetet, a következő pillanatban a Marton Laci, a Lénert Péter, a Balázsovics, az Alföldi Robi, most nem sorolok föl mindenkit, való. Olyan szeretettel vettek a kezükbe. Hát de várták már, hogy visszajön a Bodrogi a színész. Igen, de ezt én nem tudtam. Ők már előtte mondták, hogy mi a fenének csinálod ezt az egész igazgatást, de valahogy nem vettem komolyan. De pont ezért mondtam. Kérdezem, hogy azért ezzel neked, ezzel a kockázattal kalkulálnod kell. Igen, igen. De amikor, benne volt ez abban, amikor becsaptad, hogy mindegy, hogy mi jön, de te ott hagyod? Az mindenképpen. De ez valami olyan szeretetérzést ültetett belém, hogy én azóta úgy szeretem a pályatársaimat, meg a pályámat, hogy ezt azért mondom a fiatal színészeknek, hogy menjetek el egy olyan 5-6 évre igazgatónak, ha igazán meg akarjátok szeretni ezt a pályát. Te azóta voltál a Vidám színpadon? Kérlek szépen, hát nem tudom, elmondom, hát most mondta, ez a szólás szabadság, és ha a kérdezés szabadsága, akkor én elmondom. Körülbelül egy olyan fél, mikor letettem utána egy olyan fél évre, nem tudom, szóval jó pár hónappal később valamiért be kellett mennem a Vidám színpadra, bementem a kapun, és a portán megálltam, mert elfelejtettem, hogy hányadik emelete van a titkárság. Így aztán beültem a liftbe, fölmentem a legfőső emeletre, és gyalog jöttem le, és akkor megtaláltam. Olyan mértékben szinte kitörlődött a fejemből. Ez valószínű egy ilyen szerencsés természet. Állítólag te egy biológiailag is kedves, konfliktuskerülő ember vagy, tehát könnyű veled kijönni. Ami csak azért hozok szóba, hogy maradhattál ilyen békés ember ebben a felfordult értékrendű világban?
Ez valószínű, hogy egy születési hiba. Ugyanis nyugodtan elmondhatom itt mindenki előtt, hogy én például nagyon szeretem nézni a profi boxot. És a legjobban azt szeretem, amikor ez a két agyonvert egymásnak eső ember a végén kezet fog és gratulál egymásnak. És úgy elgondolom, hogy azért nézem reggelenként ezeket a műsorokat, vannak ilyen politikai műsorok a televízióban, ahol ugye egyik meg a másik, és akkor szembe, mert arra várok, hogy egyszer forduljon elő, hogy az egyik azt mondja a másiknak, hogy te, neked van igazad. Holnaptól én is ezt fogom hirdetni. Erre várt, mert nyilván nem fogadni. Amíg eljutunk idáig. Ja, valószínű, még 70 év, legalább. De ilyen, ez ilyen a természetem. Bánod például, hogy a fiadból nem lett színész? Nem. Nem bánom. Soha nem kondicionáltad, vagy nem irányítottad arra? Nem. A lehetőséget megadtuk neki, még együtt léptünk is föl, és akkor egyszer a Vigadóba éppen léptünk föl. Ági volt a színpadon, mi meg hátul vártunk, mert mentünk be egy hármasra, és egyszer csak azt mondta, hogy papa, szeretnék neked valamit mondani. Mondjad. Te, én bennem semmi exhibicionizmus nincs. Mondom, tudod, mikor... Hány éves volt a gyerek? Akkor voltam 16 körül. Tehát, hogy semmi exhibicionizmus? Semmi exhibicionizmus nincs, mondtam, most bemegyünk, még leénekeljük ezt a számot, és többet nem kell jönni. Azt mondta, köszönöm szépen. Ez volt az utolsó fellépése. És mikor rendezed össze életed emlékeit? Mert hát azért itt van bőven mondjuk meglehetősen sok zenés darab, musical részletet lehetne egy ilyen lemezre. Egyetlen egyet találtam, ez a Bo-Vo-Bo, amit nem tudtam, hogy ez valami nudista varázsló, vagy mi ez a Bo-Vo-Bo. Bodrogi volt Bodrogi. Ez az egy lemezed van? Tulajdonképpen nem, már ilyen zenés lemez? Van, a Szomorú Vasárnapból is van. Azok darabok, de mondjuk amilyen gyűjtemény. Na de az mint lemez is megjelent, uh-huh. a számok. Van, de itt van, akkor Vojtágival együtt énekeltek ezen a lemezen. Meg még a gyerek igen, is, meg gondolom. A gyerek is, igen, akkor még előtte csináltunk amit kresszlemezt, azt még a gyerek egész kicsi volt, 9 éves volt, és nagyon jó hangja volt, jól énekelt. De nem lehet az, hogy te egy kicsit lusta vagy, hogy úgy összerendezgesz az életművedet? De, ezt olyan határozottan vetted észre, hogy nem is tudnék vitatkozni, de mindig el is határozzuk. Most például kifejezetten a Vinko Jóskával határozottan elhatároztuk, hogy csinálunk egy könyvet, amiben, ha nem is az egész, csak egy kis rész. Rólad? Rólam. Uh-huh. Csinálunk egy ilyesmit. Aztán ugye elgondolja az ember, hogy meg kellene csinálni azt, hogy összeállítani azokat a dolgokat, amiket a sikerek voltak. Az anyag megvan otthon, hát nagy stószokba áll az anyag. Egyszer kikértem a televízióból, nem is én kértem ki, hanem a Fodori mi kérte ki, hogy írják össze, hogy én miket csináltam a televízióban, és így ilyen A4-es oldalakon, egy oldalon kettő műsor van kiírva, és így 537 oldal. Az azért szép. De azért azt hallom, hogy közben azért jól élsz, mert kis viszki, kávé, cigi, zsíros pörköltek, és semmi séta, ahogy kell. Tehát nem vagy hajlandó megijedni a korodtól, ez azt jelenti? Nem. Nem is, én nekem van egy... Nem én vagyok az első, aki ezt mondom, de én is határozottan ezt vallom, én addig szeretnék élni, ameddig élek, és utána már nem. ez jó. Mert az a már úgy húzakodni, hogy... Szóval sokat nem tennél érte, hogy meghosszabbítsd, azt mondod. Nem. Hát vendégségben se szeretek maradni, hogyha úgy érzem, hogy már nem kellek. És az igaz, hogy jól tudsz jósolni? Tehát nem tudom én, előveszel, nem tudom én egy tenyeret, vagy ránézel az emberre, vagy kártyából, de hogy te rendszeresen társaságban, közképpen egy pohár viszki után mondják, akkor elragadtod magad. Igen, magad a pontoság kedvéért inkább három. Három viszki? Inkább három, de körül, de ez nem mindig ugyanaz a helyzet, csak valamikor egyszer csak úgy rám jön a Nostradamus, és akkor kifejezetten meg tudom mondani. Mit? Néha még azt is, hogy mi volt, és néha meg tudom mondani, hogy mi lesz. Így az általános életben eddig még, amit mondtam, hogy mi hogy fog történni, az... De mi, hogy most mi lesz Magyarország sorsa jövőre? Mondjuk például az oroszok nem azért fognak kimenni, mert mi kizavarjuk őket, hanem mert maguktól először is kimennek. Ezt hány évvel korábban mondtad? Egy-két évvel korábban. Senki nem hitte. Azt mondta, ugyan már.
az, hogy, a, hogy az egypártrendszer meg fog szűnni, erről még kabarét is csináltam. Tehát, hogy... Konkrétan így nekem, már csak az, hogy év vége felé vagyunk, van valami jóslatod? Nem tudom, hát ez... Ja, nincs itt a viszki. Ja, hogy nincs itt legalább három pohár viszki. Hát köszönöm szépen, és jó volt veled találkozni. Én is köszönöm, mindenkinek kellemes... Évvégét? Kellemes jövő évet. Kellemes jövő évet. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltál.